Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora augusztus 2-án szerdán. Javában tombol a nyár, ilyenkor a hőséget sokszor csak a vízparton lehet elviselni. Persze a strandulásnak vannak veszélyei is, erről is szó esik a mai műsorban, nézzük a kínálatot. Burgonya konferencia, nagy bejelentést tett a miniszter Gyula tanyán. Szabadvízi strandulás, vannak veszélyei a fürdőzésnek. Eladó, kiadó, megemelheti az ingatlanárakat a szánvoda. Legyen Magyarország önellátó burgonyából 2030-ra. Ezt a célt jelentette be Nagy István agrárminiszter Gyula tanyán. A tárcavezető hozzátette, ehhez a kormány minden szükséges támogatást megad. A jövőben külön fejlesztési és pályázati sora lesz a burgonyatermelőknek, hogy hozzájuthassanak a szükséges eszközökhöz. Zöldelik a burgonyaföld Gyulatanyán, a kísérleti fajta telepen. Itt mind szakértelemben, mind eszközökben kielégítő a helyzet ahhoz, hogy jó terméshozam legyen. Nincs ez így minden vármegyei burgonyaterületen. Inkább azzal van baj, hogy már keveset is vetettünk el, úgyhogy a Magyarország szükségleteit nem tudja Magyarországra kielégíteni, és ez szomorú hír, főleg egy olyan megyében, ahol valamikor is 10%-ot meghaladta az országos területek a területfoglalása burgonyára vonatkoztatva. Az a baj, hogy most is körülbelül 12,5%-on vagyunk, csak 740 hektáron van a megyében burgonya. Ha visszagondolok arra, hogy a 90-es években Balkányban az állami gazdaság és a termelőszövetkezet működése idején több mint 1000 hektár volt azon az egy településen, és akkor Bakta Lóránt háza, Kisvárda, Tímár, Gáva Vencselő környékén ugyanilyen területeket foglaltak el, akkor azt gondolom, hogy aggódásra ad okot, főleg egy olyan, ami a megyére jellemző, és ezek a talajviszonyok meg is feleltek ennek a termesztéseihez. Most beszélgettünk már az előbbiekben is róla, hogy megváltozott a klíma, és alkalmazkodni kell nyilván ehhez. A termőterületünk megvan, az adottságok megvannak, az öntözési lehetőséget kell megteremteni ahhoz, hogy a burgonya visszatérjen oda, illetve arról beszélgetünk minden nyáron, minden helyen, hogy 23 és 27 között az élelmiszer feldolgozásra milyen pályázati lehetőségek lesznek. Remélem, hogy ezek közé lesz besorolva a burgonya is, és ha a feldolgozóipar lendületet venne, és a mai modern igényeknek megfelelő burgonyával tudnánk megjelenni az áruházakban, illetve a közintézetekben a háziasszonyok elvárásainak megfelelő fajtákkal, feldolgozottsággal, akkor én azt gondolom, hogy fellendülhetne a burgonyatermesztés, és ez nagy siker lehetne Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének. Csütörtökön Gyulatanyán gyűltek össze az ágazat szereplői. Ők élőben hallhatták, ahogy az agrárminiszter bejelentette, 2030-ra Magyarország legyen önellátó burgonyából. Tisztázzuk ki a viszonyokat, aztán vegyünk egy nagy levegőt, és jelentsük ki, hogy 2030-ig Magyarország önellátóvá válik burgonya termesztés terén. Hogy nem szorulunk rá semmilyen körülmények között majd az importra. A legfontosabb célkitűzés és üzenet a mai napnak ez. Ezt üzeni a Gyulatanyai Kutatóállomás, Kutatóintézet 35. évfordulója, hogy teremtsük meg újra Magyarország önellátottsági szintjét a burgonyából. Mi is kell ehhez? Hölgyeim és uraim, először is kellenek önök, elkötelezett termelők, akik a mostani nehéz körülmények között is kitartanak. Aztán kell a kutatóintézet, kellenek a nemesítőknek a kiváló munkája, hogy olyan fajtáink legyenek, amelyel a megváltozott éghajlati viszonyok, a megváltozott fogyasztási szokások mellett megfelelő fajtát tudunk letenni az asztalra, hogy eredményesen lehessen termelni. A rendezvényen szót kért Jakab István, a MAGOSZ elnöke is. A politikus arról beszélt, hogy a tudományos háttér megvan az országban. A világ legkorszerűbb technológiai rendszereit Magyarországon megtaláljuk. Kérdés az, hogy kik és milyen mértékben alkalmazzák. Az a tudás, ami ma
a precíziós gazdálkodás, a digitális rendszerek alkalmazása az agrártermelésben, az a tudás rendelkezésünkre áll. Bármilyen szinten, Európában szinte elsőként indítottunk precíziós szakmérnöki képzést Magyarországon. Tehát úgy érzem, hogy ezzel gond jelentős mértékben nincs. Nem csak burgonyáról esett szó a találkozón. Nagy István agrárminiszter televízión kérdésére azt mondta, kérték az uniós döntéshozókat, hogy az ukrán gabonaexport tilalmát hosszabbítsák meg az év végéig. Biztosítanunk kell hozzá az öntözési infrastruktúrát, a termelő, válogató, feldolgozó kapacitásokat, és az a szerencse, hogy az Agrárminisztérium hatáskörére tartozik most már a feldolgozóipar és az élelmiszeripar is, tehát egy eredményes, versenyképes alapanyagtermelésre tudunk hűtőházi pályázatokat, tudunk feldolgozó pályázatokat, és tudunk az élelmiszeripart is támogatni, hiszen alapul kell vennünk, hogy megváltozott a fogyasztói szokás. Ma már nem az, hogy egyszerre megveszünk egy éves szükségletet, hanem leugrunk és veszünk kettő darabot, de nem is akarjuk meghámozni már, hanem az legyen főhasogatva a konyhakészen. Na, itt volt lemaradva a magyar élelmiszeripar, ezt kell bepótolnunk. És az a jó hírem van, hogy ehhez a források biztosítottak, és megvan a gazdai akarat is, tehát minden összeáll ahhoz, hogy 2030-ra ezt a nemes célt meg tudjuk valósítani. Az nem lehet, hogy a tároló kapacitásainkat fölajánljuk és biztosítsuk az ukrán gabona számára, miközben majd a magyar termének nem lesz helye. Tehát ez kizárt dolog, hogy ezt engedjük. Ezért egészen biztosan tudom mondani, hogy minden eszközzel megvédjük a magyar gazdák érdekeit, és egészen biztos, hogy az ukrán gabona nem fogja elfoglalni a magyar gazdák terményének helyét. Ugyanakkor biztosítjuk azt, hogy az országon keresztül haladjon. Tehát a szolidaritási folyosó működését leblombálva, nyomon követve az összes kamiont és tehervagont, ellenőrizzük, hogy elhagyja az országot, ami Ukrajnából érkezik. És persze javaslatot is tettünk az Európai Unió felé, hogy mi is lenne az a közös európai szolidaritás, amelyel megoldhatnánk az ukrán gabona kérdést, hiszen azzal, hogy a fekete-tengeri kikötők lezárásra kerültek, és a háború áldozataivá válnak, ezáltal a 40 millió tonnás ukrán gabonatermés a szárazföldön fog kijutni onnan. És hogyha ezt nem biztosítjuk, hogy hagyja el Európát, akkor bizony a hagyományos európai mezőgazdaságnak vége van ilyen téren. Ezért mi egy tranzitdíj támogatást szeretnénk biztosítani, egy olyan alapot létrehozni az Európai Unióban, amely támogatja azt, hogy a szárazföldi sokkal drágább szállítás megérje eljutni a biztonságos tengeri kikötőkig, tehát akár Koper, vagy akár a lengyel, vagy az északi kikötők felé, hogy majd aztán onnan eljuthasson a hagyományos piacaira, ahol megint csak probléma van, hisz nincs ott Tunéziában a gabona, nincs ott Egyiptomban a gabona, nincs az Arab-félszigeten, nincs Észak-Afrikában, ahol pedig éhínség és aztán persze migrációs hullám várható, ami újabb terhet ró Európára. Tehát ez egy nagyon komplex kérdés, és nagyon határozott álláspontot kell képviselnünk ahhoz, hogy hosszú távon meg tudjuk védeni magunkat. Nagy István a vidékfejlesztési programmal kapcsolatban arról beszélt, az elmúlt hónapokban újabb 414 mezőgazdasági és élelmiszeripari beruházás részesült, csak nem 181 milliárd forintban. A nyári vakáció közepén vagyunk, ilyenkor még nem szívesen gondol senki arra, hogy egy hónap múlva itt az ősz, a diákok pedig visszaülhetnek az iskolapadba. A hőségben még mindenki a vízpartra vágyik, viszont a fürdőzés számos veszéllyel is jár. Mire érdemes odafigyelni? Vendégünk Vincellér Tibor, a Kelet-Magyarországi Speciális Mentőegyesület elnöke. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy jó estét. Elfogadtam meg kívánságot. Először is jó, ha nem önökkel találkozunk a vízparton, mert akkor már nagy a baj. Igen. Bár valamikor még vízimentőztünk mi is, úgyhogy akkor még lehetett velünk találkozni, de hát az utóbbi időben már nem járunk, mi már csak olyankor járunk, amikor tényleg nagy a baj. Most, hogyha valaki úgy dönt, hogy szabad vízre megy fürdőzni, mert ott közel van esetleg hozzá, vagy így hozza a baráti társaság, melyek azok a legalapvetőbb előkészületek, biztonsági előírások, amelyekre érdemes odafigyelni? Hát az első és legfontosabb az, hogy attól függ, hogy mi célból megyünk vízpartra, tehát hogyha fürödni készülünk, akkor mindenféleképpen kijelölt strandra menjünk, hiszen az utóbbi időben ezek a homokpadok, ezek ami ahol tilos fürödni, ami nagyon kellemes hely egyébként a fürdőzése, de van egy óriási probléma, hogy elhagyatottak lettek, nagyon kevés a segítség, és nagyon kevesen járnak.
nem csak azért, mert tilos fürödni, hanem átalakult az egész társadalom gyakorlatilag, és ez hozta magával azt, hogy ezeket a helyeket már kerüljük. De ennek ellenére ugye nagyon sokan vannak, hogy baráti társaságok elmennek egy-egy ilyen elhagyatott helyre. Itt azért nagyon-nagyon fontos az, hogy ciki, nem ciki, vegyük fel a mentő mellényt, hogyha nem tudunk úszni. Ha tudunk úszni, akkor is előtte tapossuk végig, hogy hol van az a homokpad, meddig lehet járni, karózzuk ki, mert hát ugye tiltva van, nem lehet ott fürödni, de nem, nincs minden homokpadnál vízirendőr vagy rendőr a parton, hogy ezt megtiltsuk. A másik az, hogyha vízitúrázni megyünk, akkor ugye ott is nagyon fontos a mentő mellény használata, hiszen ezekben a kánikulai hőségekben annyira fel tud hevülni a test, hogy akár egy borulás, hiába vagyok én nagyon jó úszó, hogyha beleborulok, érhet olyan váratlanul a hideg víz, hogy esetleg problémát fog okozni. Ugye ezek a helyek nyilvánvalóan, hogyha még autóval nehezen is megközelíthetőek, és ott baleset történik, akkor ugye még a mentőszolgálat is nagyon nehezen tud kiérni. Hogyha megtörténik a baj, és valaki rosszul lesz, akkor a többiek mit tudnak tenni? Érdemes, ugye általában mindenkiben benne van a segíteni vágyás, viszont lehet, hogy az okoz még nagyobb problémát. Mit kell ilyenkor tenni, hogyha mondjuk valaki beborul, és ki az, aki induljon el segíteni, és ki az, aki inkább ne? Tehát, ha lehet, akkor kezdjük meg a segítségnyújtást, de csak úgy, azért látjuk egyébként, hogy egyre kevesebben segítenek. Tehát utcán egyre többször megyünk el úgy, vagy látunk olyanokat, hogy elmennek, hallunk olyanokról, hogy elmennek földön fekvő ember mellett. Fuldokló gyakorlatilag nagyon ritka az, amikor nagyon kiabál, nagyon csápol, hogy ő fuldokol, tehát őt nehéz észrevenni. Maga a vízitúrázók száma is egyre kevesebb, mert valamikor a mentéseknek a java részét azért a vízitúrázók hajtották végre. Ők azok, akik otthon érzik magukat a vízen, tehát ők rájuk lehet számítani, ők azok, akik oda tudnak menni egy valamilyen nevezős eszközzel, és akkor abba kapaszkodva tudnak segíteni. Aki nem tud úszni, és nem jártas a vízen, annak sokkal nehezebb, hiszen ő is áldozattá válhat. Tehát egy fuldoklóban annyi erő van, és az életösztön olyan szinten hajtja, hogy nincs szégyenérzet, nincs az, hogy én most féltem a másikat. Nem, ő a saját életét félti, tehát gyakorlatilag bele fogja folytani azt is, aki kevésbé tud úszni, illetve hát még egy jól úszót is gyakorlatilag bajba tud sodorni. Éppen ezért eszköz nélkül ne közelítsük meg. Ez az eszköz, ez lehet bármi, ami ott a kezünk ügyébe akad. A törölközőtől elkezdve a vontató kötél, vagy egy fa. A lényeg az, hogy ne tudjon megközelíteni, ne tudjon megfogni, de tudjunk neki valami kapaszkodót nyújtani. Hogyha valaki jó úszó és megpróbál segíteni, akkor hol fogja, hogyha nem végzett esetleg ilyen jellegű tanfolyamot, hol érdemes fogni egy fuldoklót, hogy ő maga legalább megmeneküljön, vagy meg tudja őt is menteni? Hát ez attól is függ, hogy kivel állunk szemben, mert hogyha a pici gyerekkel, tehát mindig kell tartani egy szemkontaktust, hogy elmondani, hogy miért vagyok ott, próbálni megnyugtatni, segíteni jöttem, és mindig tartani attól egyébként, hogy rám fog ugrani. Egy kisgyereknél nincs olyan probléma, mert azért egy kisgyerekkel azért csak megbirkózik egy felnőtt ember, de egy felnőtt a felnőttel már azért az birkózós, hogyha szemből. Tehát mindig igyekezni kell valahogy hátulról megközelíteni. Tehát még akkor is, hogyha szemből beszélünk, de utána a következő mozdulat az, hogy mindig számítva arra, hogy ő bennünket meg fog fogni, át fog karolni, a nyakunkba fog ugrani, éppen ezért valahogy mindig a háta mögé kell kerülni, és úgy a legcélszerűbb. Úgy átkulcsolni, és akkor valahogy kiúszni vele. Így van. Tehát vannak erre különböző fogások, amit itt most a stúdióban azért nehezen tudnám megmutatni, de vannak különböző olyan fogások, amivel meg lehet fogni. Nem feltétlenül a haját kell, de nagyon sokszor egyébként nagy segítség lenne az is, hogyha már éppen elmerülőben van, akkor a hajánál fogva kihúzni. Akkor már nem nagyon támad meg. Ha valaki már lekerül így a víz alá, akkor már nem fog megtámadni. Ugye másik fontos dolog, ugye az ittasság, meg más befolyásoltság, gondolom, az nem segít az úszni tudásban. Hát igen, néhány pohár alkohol után még erősebbek vagyunk, mint ahogy eddig is gondoltuk, tehát innentől kezdve aztán jön a
a virtus, amikor többen vannak, és jön a hülyeség, mindig kell lenni egy józan embernek. Mindig kell az, hogy valaki visszarángassa őket a földre, mert ugye olyankor már az alkoholszint gyakorlatilag már elviszi egy rossz irányba ezeket a strandoló, pancsoló fiatalokat. Elég jól ismeri a vármegyei vizeket, szabad vizeket. Mondjuk a folyóknál melyek azok a folyók vagy folyószakaszok, amelyek esetleg biztonságosabbak, vagy melyek azok, amelyeket jó messzire kerüljünk el? Tehát amit mindenféleképpen kerülni kell, azok a vízi műtárgyak. Zsilipek, átereszek, sarkantyúk, hidak pillérei, tehát ezeket mindet kerülni kell, hiszen ott kialakulnak olyan forgók, olyan örvények, amiből még tapasztalt, jól úszó sem tud olyan egyszerűen kikeveredni. Ezen kívül vannak a homokpadok. A homokpadoknak az a jellegzetessége, hogy a folyó építi, illetve bontja. Ha egy kicsit lassabban folyik a Tisza, akkor ugye gyönyörű homokpadot épít ki, ahol nagyon kellemes a víz, jól lehet pancsolni, bokáig érő, térdig érő vízben. Viszont az a probléma ezzel, hogy ahogy felépítette, ugyanolyan gyorsan el is tudja bontani, vagy még gyorsabban, és hogy a sodor vonalnál gyakorlatilag egy nagyon meredek falat képez. Ez a meredek fal, ez úgy néz ki, hogy a 60-80 centis vízből egy méter múlva már 3 méteres mélységbe lépünk, vagy 5 méter, már 2 méter múlva, és szinte teljesen függőleges ennek a fala. Gyakorlatilag, amikor valaki arra számít, hogy majd ezen fölkapaszkodik ezen a rézsűn, akkor én ezt kipróbáltam, megnéztem maszkban, készülékkel, gyakorlatilag kifolyik a kezünk között a homok, és nem fölfelé kapaszkodunk, úgy érezzük, mintha fölfelé mennénk, de közben egyre jobban süllyedünk. Tehát ez a homok, ez elfolyik a kezünk alól, nem segít, tehát itt egyetlen egy dolog segít, néhány úszó mozdulat, tempó fölfelé. Nem tudunk megkapaszkodni, nem tudunk kijönni, csak az úszó mozdulat segít, hogyha már egyszer bajba kerültünk, és megpróbálni minél hamarabb a felszínre jutni. A másik nagy baleseti forrás hallani, vagy lehetett hallani korábban az, hogyha mondjuk hidakról ugrálnak a gyerekek a vízbe, vagy a felnőttek, mert azt gondolják, hogy ez egy jó dolog. Ott is gondolom óriási baleset veszély, ezt talán kerülni kell teljes mértékben. Persze, hát ez egyébként egy nagyon jó dolog. Vannak olyan tengerparti részek, ahol ezt űzik, de hát ezt a folyóvízben nem ajánlom, hiszen a folyó vízfelszíne alatt uszadékok utaznak végig, addig, amíg ki nem fogja őket mondjuk a tiszalöki vízerőmű. Tehát gyakorlatilag emberes vagy még attól nagyobb farönkök, de akár üvegek, bármi olyan tárgy úszhat, ami csak lebeg a vízben néhány méterrel a vízfelszín alatt. Egy becsapódásnál gyakorlatilag ezt nem tudjuk, hogy mi van a vízben, és sajnos, hogyha ráugrunk, ráesünk egy ilyenre, akkor gyakorlatilag ugye megtörténik a baj. A másik pedig az, hogy azért nem lehet a fokozatosságot betartani, tehát nem úgy, mint egy uszodában, ahol van toronyugrás és különböző magasságokból lehet gyakorolni, hanem itt egyszerűen kiszámíthatatlan. Meg kell tanulni azt, hogy hogyan tudunk beérkezni a vízbe, hogy az minél kevésbé fájjon, illetve legyen veszélyes. Ugye a folyók veszélyesek, a tavak kevésbé veszélyesek, vagy azért ott is érdemes óvatosnak lenni? A tavak azért kevésbé veszélyesek, mármint ami itt van a mi kis megyénkben. Ha már elmegyünk egy-egy bányatóhoz, ott már azért lehetnek problémák. A bányató, ugye mivel azt kanalazzák, szedik ki belőle a sódert, ezért gyakorlatilag nagyon hirtelen mélyülnek, és vannak különböző hőmérsékletű vízrétegek. A felső vízréteg az még kellemes, meleg, langyos, de egy méterrel lejjebb már kellemetlenül hideg tud lenni. És ugye ez a hideg sok hatás, hogyha éri az emberi szervezetet, azért ez nagyon szintén nagyon kellemetlen lehet, illetve veszélyes. Hogyha valakinek sikerül kievészkélnie, azt javasolja, hogy akkor is érdemes orvost fölkeresni? Tehát lehetnek olyan maradandó belső bármilyen sérülések, amelyek később okozhatnak gondot, vagy akkor már azért a javán túl van, hogyha valakit kimentenek, vagy maga ki tud evészkélni egy ilyen kellemetlen élmény után? Hát ez mindig attól függ, hogy mennyi vizet nyelt. Ha vizet nyelt, akkor érdemes felkeresni az orvost. Ha nem nyelt vizet, hanem valami más baleset érte,
traumás baleset, akkor szintén érdemes felkeresni az orvost. De hogyha az ember csak megijed attól, hogy nagyon hideg a víz, és elkezdi kapkodni a lábait, illetve nagyon gyorsan kievickél, természetesen akkor nem kell orvoshoz fordulni, akkor nem éri semmilyen probléma. Előfordul egyébként, hogy mondjuk éppen valamelyik nap búvárkodtunk, és a kis halak csipegették a fülemet. Hát furcsa érzés. Én tudtam, hogy miről van szó. Mások voltak, akik már ilyentől megijedtek, hogy megcsipkették a lábújukat, vagy a lábszárukat a halak, vagy a rák. Tehát, itt a megyében volt ez? Igen. Tehát, hogy előfordul ilyen is. Mondom, akár a rák is úgy egy kicsit megrákcsálja az embernek a lábúját. Emiatt nem kell orvoshoz menni. Uh-huh. Vannak esetleg olyan növények a vízben, amelyekre nem érdemes rálépni? Vagy ezt úgy se látják, mert a víz nem áttetsző? Nem áttetsző a víz, de azért van ugye néhány olyan növény, ami egyrészt ugye van a hínár, amiben bele lehet gabolyodni, nagyon hosszú, ez is egy probléma forrása lehet gyakorlatilag, hogyha az ember bepánikol és megijed, ezt le kell tolni, le kell húzni a lábunkról, illetve hát vannak olyan növények, amiben bele tudunk lépni, ami megszúrja, és aztán benne marad a tövis, és onnantól kezdve vagy a tüske, és utána ez begyulladhat. Tehát azért vannak olyan növények vízparton, ami kellemetlen sérülést tud okozni. De még a zárásképpen arról a sporteszközről, amiről nagyon sokat szoktak beszélni, főleg a Balatonon, de a megyében is sokan játszanak, ez a SUP, tehát az a közlekedési vagy sporteszköz. Ennek is vannak azért veszélyei, óvatosan kell vele bánni, igaz? Mindenféleképpen, sőt, hát ugye ennek még a vízbe esésnek az esélye, ennek az eszköznek gyakorlatilag sokkal nagyobb, mint mondjuk, hogyha az ember kajakozna, főleg az új kajakoknál, kenuknál, hiszen annak már olyan a merülése, hogy nagyon nehéz felborítani, nagyon nehéz beleesni. Hát itt állunk rajta, de hát általában ugye a SUP-pal nem csak közlekedni szoktunk, hanem játszani is, és egy-egy játéknál azért ott simán lehet, hogy úgy esik bele az ember, hogy megütheti magát, illetve hát úgy esett bele a vízbe, hogy nem számít arra, hogy milyen mély a víz alatta. Viszont ott ennek van egy előnye is, hogyha többen vagyunk és így játszunk, hiszen van segítség. Gondolom, hogy nem szégyen ott mindenkinek, én legalábbis mindig azt mondom a gyerekeknek, ha még tud úszni, akkor is, hogy mentő mellé nélkül nem engedem be még szappozni, még a térdig érő vízben sem. Így van, hiszen a felhevült test, amit az elején is mondtam, tehát felhevült testtel beleesni kiszámíthatatlan, hogy milyen eredményt fog hozni, hogy kinek hogy viseli a szervezete ezt a hirtelen hőmérsékletváltozást, úgyhogy a mentőmellény pedig mindenféleképpen fenntartja. Szoktam mondani, hogy nem az a szégyen, hogy mentőmellényt hordunk, hanem az a szégyen, hogyha belefulladunk. Igen. No hát ez a legjobb végszó, remélem, hogy nem történik a nyáron már ilyen probléma. Köszönöm szépen, hogy vendégünk volt. Én is köszönöm szépen. Más téma, szeptembertől minden eddiginél több diák kezdi meg tanulmányait a Nyíregyházi Egyetemen. Ez a tény jelentős hatással lehet a régió ingatlan piacára is. Ha ez nem lenne elég, most jelentették be azt is, hogy a kínai Sanwoda több ezer új munkahelyet létesít akkumulátorgyárában. Milyen változások várhatók, ennek járt utána Hellebrand Enikő. A 2021-es népszámlálás eredményei a lakott területek lakosság számát és az ingatlan állományát is mutatja. Ezt összevetve az előző 2011-es népszámlálás adataival az látszik, hogy a vármegyei lakosságszám mérséklődött. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei lakosság az 529 ezerre mérséklődött a lakosságszám, és ez valamennyivel nagyobb mértékű csökkenés az országos 3,4%-os mérséklődéshez képest. Ami viszont a lakóingatlanok állományát illeti, az országos 4%-os bővüléssel szemben Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 218 ezer darab ingatlan volt megtalálható a népszállás időpontjában, és ez stagnálást jelent. Tehát ez azt mutatja, hogy nem épült annyi új lakás a vármegyében, mint amennyit az országban építettek, és amennyivel nőtt az ingatlan állomány. Ez egy olyan kiinduló állapotot mutat a 2020-as évek elején, amihez képest mi arra számítunk, hogy a következő néhány évben jelentős javulás lesz tapasztalható mind a
népesség dinamikáját tekintve, mint pedig az ingatlan állományra vonatkozóan, mégpedig azért, mert ha az elmúlt hetek, hónapok történéseit vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy például Nyíregyháza kiemelt szerepet kapott a gazdaságpolitikában is, a napokban jelentettek be egy óriási beruházást, ami rengeteg munkahelyet teremt, és a környékbeli településekről is, vagy akár környékbeli régiókból is adott esetben Nyíregyházára csábíthatja a munkavállalókat, és ezt látjuk az ingatlanárak alakulásában is, mert Nyíregyházán például 128%-kal emelkedtek az ingatlanárak, és már 544 ezer forintot kell fizetni egy négyzetméterért, és a második helyen pedig Nyírpazony található a Vármegyében, ahol 517 ezer az átlagos négyzetméter ár, és ez nagyon jól illeszkedik abba az országos trendbe, hogy a nagyvárosok, és elsősorban a nagyvárosok agglomerációi ingatlan értéke emelkedett a legnagyobb ütemben. Nyírteleken 177%-kal 308 ezer forintra emelkedett az átlagos négyzetméter ár, Kisvárdán 131%-kal 362 ezer forintra nőttek az árak, Nyírbátorban 130%-kal 258 ezer forintra, Mátészalkán 139%-kal 315 ezer forintra emelkedtek a lakó ingatlanok átlagos négyzetméter árai. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint minden energiaügyi beruházás az ingatlanok felértékelődéséhez vezetett. Gyakorlatilag a lakáseladások stagnálnak. 2023 első hónapjaiban szinte fele annyi vevő volt a piacon, mint amit 2022-ben tapasztaltunk, és a kevesebb vevő azt is eredményezte, hogy az eladóknak kompromisszum kötni az árakban, tehát a korábbi dinamikus árnövekedés, ami az elmúlt 5 évben megduplázta a vármegyei ingatlanok árát, ez stagnálásba, majd néhol csökkenésbe váltott át. Ezzel szemben az albérletárak folyamatosan emelkedtek, és ami még kiemelkedő, hogy a kereslet is növekedett, nem elhanyagolható mértékben. Azt látjuk egyébként, hogy Nyíregyházán az átlagos albérletár már 135 ezer forintot tesz ki, és a legkisebb garzonokért is 80 ezer forintot kérnek el a tulajdonosok, ami azért számít kiemelkedőnek, mert korábban, az elmúlt években Nyíregyháza fej-fej mellett versenyzett Miskolccal a legolcsóbb egyetemváros címéért, és a miskolci albérletárak megmaradtak a 100 ezer forintos átlagos szinten, a nyíregyházi albérletárak pedig jelentősen emelkedtek. Ebben nagy szerepe lehet egyrészt a szomszédunkban zajló háború miatt megnövekedett menekültek számának is, illetve a régióban bejelentett nagy beruházásoknak és munkahelyteremtő fejlesztéseknek is, mert nem csak az egyetemisták és főiskolások azok, akik kiadó lakásokat keresnek az albérletpiacon, hanem pont azok a munkavállalók, akik egy nagyvárosba költözve az első időszakban nem vásárolnak, hanem inkább bérelnek. Amikor egy ilyen nagy beruházásra sor kerül, meg bejelentik a kormányzat részéről, hogy például Nyíregyházán Európa egyik legnagyobb energiaipari fejlesztése valósul meg, ez mindig ráirányítja a figyelmet az adott nagyvárosra. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján azt látjuk, hogy amikor ilyen energiaipari beruházások történnek, akkor ez az ingatlan piacot egy kicsit sem rengeti meg, hanem ezzel ellentétben inkább az árak növekedéséhez és az ingatlanok felértékelődéséhez vezet. Ennek az az egyszerű oka, hogy amikor egy több ezer új munkavállalót foglalkoztatni tudó üzem települ egy nagyvárosba, ott a lakhatásra mutatkozó igények is jelentősen növekednek, és ez nem mindig tudja például lakásépítésekkel az adott környék vállalkozói rétege kielégíteni, ezért a meglévő ingatlanok is jelentős felértékelődésen mehetnek keresztül. Jó példa erre például Debrecen, ami az elmúlt években mindig a magyarországi nagyvárosok középmezőnyébe tartozott az árak szempontjából, és 2018 óta folyamatosan látjuk azokat a beruházásokat, amik az ingatlan piacra is hatást gyakoroltak, és most már Debrecen általában ott van a dobogós helyezések között, amikor Magyarország legértékesebb, ingatlan piaci szempontból legértékesebb nagyvárosait rangsoroljuk, és a bérleti díjak tekintetében is jelentős felértékelődés történt Hajdú-Bihar vármegye székhelyén.
Hasonló pályaév látszik kibontakozni Nyíregyházán is. Ráadásul a nagy beruházások mellett az olyan helyi korszerűsítések, mint az infrastruktúra fejlesztés, tovább növelik az adott településen lakók komfortérzetét. Mindezeket összevetve a szakemberek úgy látják, az elmúlt években elindult agglomerációs boom a következő években sem fog megtorpanni. Ezt a folyamatot már most is látjuk Nyíregyháza esetében. Nem véletlen, hogy a nyíregyházi kb. 540 ezer forintos átlagos négyzetméter ártól csak egy hajszálnyira van lemaradva a nyírpazonyi ingatlanok értéke, és ez valószínűleg annak is köszönhető, hogy az igen magas és megnövekedett ingatlan árak tekintetében úgy kötnek kompromisszumot a vevők, hogyha nem tudnak vagy nem szeretnének Nyíregyházán szebb, jobb vagy nagyobb ingatlanba költözni, akkor ugyanezért a pénzért a környékbeli településeken jóval nagyobb lehetőségekkel kecsegtető ingatlanokat tudnak megvásárolni. Tehát azt látjuk, hogy nem csak Nyíregyháza áll nagy fejlődés előtt, hanem a környékbeli kisebb települések, és hogyha ehhez még hozzávesszük azt is, hogy átalakulnak a lakástámogatási rendszerek, és ez a nagyvárosokat egyelőre most nem érinti olyan egyértelműen pozitív vonatkozásban, tehát ott a nagyvárosi csok az megszűnik 2024-től, lesz majd helyette más, azt nem tudjuk még, hogy mikor indul az a program, és hogy mit fog tartalmazni, de az biztos, hogy a falusi csokos kistelepülések jelentősen nagyobb támogatást kapnak 2024-től, mint amit eddig igénybe vehettek a vásárlók. És hogyha még hozzátesszük ehhez azt, hogy a legtöbb falusi csokos település és a legnagyobb arányban Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyén belül igényelték a falusi csok támogatást, akkor ez azt vetíti előre, hogy az egész régió nagy fejlődés előtt áll ingatlan piaci szempontból, amit tovább erősíthet az, hogyha erre például a befektetők is felkapják a fejüket, akkor ez még tovább növelheti a lakóingatlanok iránti keresletet, és még értékesebbé teheti a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei ingatlanokat. Eddig tartott ma 35 perc, legközelebb jövő hétfőn várjuk Önöket ezzel a műsorral. Most köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!